A magyarországi németek Pécs-Baranyai nemzetiségi kör tagjai, történészek, érintettek részvételével a Gupfi Gulag Emlékbizottság támogatásával több mint 10 000 kilométert tettünk meg, hogy a kaukázusi országokban a Málenki robot rabjainak, áldozatainak nyomában járjunk. A cél az volt, hogy olyan kényszermunkatáborokat, hadifogoly és internáltemetőket, lágerkórházakat és munkahelyszíneket keressünk fel, ahol a Málenki robotra hurcoltak nyomait, emlékeit találjuk meg a Kaukázus térségében. Sztálin igazából már a II. Világháború megkezdése előtt végig gondolt mindent. Persze az is egy jó kérdés, hogy mikortól kezdődik számára a II. Világháború. Ő mihelyt Hitlerrel egyetértésben megkezdte Közép-Európa felosztását, lényegében ezzel párhuzamosan már létre is hozta először az UKVIT, majd a GUPVI táborrendszert, amelyet egyértelműen hadifoglyok és internáltak számára készítettek elő. Tehát jószerivel a Szovjetunió még csak úgy szörmentén vett részt a hadműveletekben, de már felkészültek arra, hogy hogyan lesznek majd az elhurcolások, és egyébként ennek az első felvonása Lengyelországban és a balti államokban 1939-40 folyamán meg is történt. 39. szeptember 19-én hozzák létre még UPV, tehát a GUPFI-nak az elődjét, ugye két nappal azután, hogy a náci Németország a karöltve a Szovjetunió megszállta, elfoglalta, lerohanta Lengyelországot, akkor hozzák létre a hadifoglyok és internátügyi parancsnokságot, és majd 1945. január végén, az is már G betű oda kerül, hogy GUPFI lesz, tehát mint hogy a Gulagnál, hogy GU, tehát itt GUPFI lesz, tehát ez is főparancsnokság lesz, hiszen már 45. január végén itt is milliós nagyságrendben őrzik a foglyokat. És nem csak a Szovjetunióban voltak a GUPFI-nak lágeré, hanem bizony a meghódított területeken, tehát ez egészen az Elbáig, tehát ameddig a Vörösöcseg nyomult, addig az mind a GUPFI kezelésében voltak, vagyis a hadifoglyok és internátügyi főparancsnokság kezében voltak ezek a lágerek, és valóban csak a 90-es évek elején derült ki szovjet hadtörténeti folyóiratból, hogy ezek, akik hadifoglyok voltak, és akiket civilként is tömegesen és ítélet nélkül elvittek, ők nem a Gulagra, hanem a GUPFI lágerébe kerültek. 1944. decemberében a II. Világháború a végéhez közeledett. Milliók számára az igazi megpróbáltatások azonban csak ekkor kezdődtek. Sztálin parancsa alapján a Vörös Hadsereg katonai szervei 1944. novembere és 1945. áprilisa között mintegy 300 000 polgári, civil lakos gyűjtöttek össze az akkori úgynevezett történelmi Magyarország területéről, és hurcoltak el évekig tartó kényszermunkára a szovjet lágerekbe. Ellentétben a Gulag raboknál, ugye ők politikai elítéltek voltak, ott egy ilyen trojka, egy háromfős bizottság, bíróság ítélkezett felettük, de hát orosz nyelven folyt az egész, nem értettek semmit, de a lényeg az, hogy személyes bírói ítéletek alapján vitték el, míg, tehát ott nem lehetett kicserélni senkit senkivel, mert ott megvolt a név, a személy. Itt a GUPFI-nál viszont csak a létszám volt fontos. Többségüket hadifoglyok létszám kiegészítésként, míg közel 130 000 embert, mint egy fele-fele arányban, kimondottan a német származások miatt, illetve az elcsatolt területeken, Kárpátalján, Erdélyben, a Felvidéken és a Vajdaságban a magyar származások miatt deportálták. Az elhurcoltak nagyrészt fiatal lányok, asszonyok, hisz a férfiak még a fronton vagy már hadifogságban voltak. A Szovjetuniónak óriási volt a munkaerő szükséglete, mert a harcok alatt lerombolt európai országrész újjáépítése hatalmas mennyiségű munkaerőt igényelt. Néhány olyan térséget emelhetünk ki, ahova később aztán magyar foglyokat hurcoltak. Az egyik ilyen volt a Donyec medence, azután kiemelhetjük még Kazasztánt, és végül, de nem utolsó sorban, a kaukázusi térséget is, ahova például a csecsenföldi, illetve azerbajdzsáni, grúziai és kisebb részben örményországi területekre is hurcoltak magyar foglyokat. A
kaukázusi utunk első állomása Grozny, Csecsenföld fővárosa. A Csecsen köztársaság az Oroszországi Föderáció tagállama, az ország déli határán, a Kaukázus északi részén található. A csecsenek klasszikus értelemben vett néppé egészen az 1800-as évekig nem szerveződtek. Az orosz annexió terve 1845-ben indult el, de csak hosszú harcok után 1864-ben csatolták Csecsenföldet az orosz birodalomhoz. Második világháború alatt, amikor híre ment, hogy a németek a Kaukázus felé nyomulnak, több helyen felkelések robbantak ki. Sztálin megtorlásképpen 1944-ben a csecsenek java részét, körülbelül 400 ezer embert több más kaukázusi néppel együtt Közép-Ázsiába és Kazahsztánba deportáltatott. Hát ezt Ráncsényi Patyiról is prikázt, tehát ugye a csecsenekből is ott az 89, de amúgy 500 ezer félmilliót deportáltak. A csecsen száműzöttek Sztálin halálát követően 1957-ben térhettek vissza hazájukba. A Groznytól 5 kilométerre lévő Andrejevszki völgyi Andreszkaja Dolina dombháton 1945-ben állították fel a Gupvi tábor rendszeréhez tartozó 237-es számú hadifogoly főtábort, és létrehozták a környékre telepített láger részlegeket, az 1701-es és az 1702-es munkatáborok helyszíneit. Hát ezen a területen voltak, meg ott távolabb vannak a kőolaji dolgozó ipari alegységek, amelyeket a szovjet hatalom alatt építettek ki. Itt voltak a táborok is két oldalt, ezeken a földeken. Itt megy mellettünk a vasútvonal is, ahová foglyokat hozták és itt szállították le, két oldalt létesítettek, szögősdrúttal körülvett táborokat. A főláger, ahol látjuk azt a zöld épületet, vagy zöld fedelő épületet távol, ott Ispula van most, az volt a lágernek a központja, a főláger parancsnokság. A terület be volt kerítve, mivel ha ott volt a főláger, ott voltak az úgynevezett, hogy mondjam, kaszárnyák, amiben a rabokat tartották, itt lehettek a temetkezések, ebbe az oldalba, illetve az útnak a másik oldalán. Amikor itt működött a láger, itt 90%-ban oroszok voltak, tehát érthető, nem engedték ide be a csecseneket se, és 1957-ben engedték őket fokozatosan haza Kazahsztánból, Kirgiziából, és utána, hogy mondjam, amikor megkezdődött a háború a 90-es években, hát magyarán mondva elmenekültek, a maradék oroszokat meg kinyírták a csecsenek, tehát tulajdonképpen azok a túlélők, akik itt dolgoztak, az oroszok ezekkel, nincsenek, eltűntek, elmenekültek innen. Az is igazolja, hogy a 90% lement 3-4%-ra jelenleg annyi orosz maradt a városban, de ez már az új nemzedék képviselői, akik eljöttek ide dolgozni. Larsanov Hamzat helytörténész elmondta, hogy helyi szinten keresték a dokumentumokat, de mindent Moszkvába szállított az NKVD, a Gupvi láger parancsnokság. Az emberek között ugye megy a legenda, hogy itt tömegsírok vannak, és ezért ide, mint látják, puszta, nem építenek ide semmit. Egyszerűen van bennük egy ilyen indítatás, hogy ezt a területet elkerülni, illetve nem tesznek ide, hiába próbálták kiosztani magánszektor, azoknak se kell. Neumann Mihályt 21 évesen vitték el német hangzású neve miatt. 1945. február 8-án érkezett Groznyba baranyai sorstársaival együtt, másfél év után Baskíriába került. Neki szerencséje volt, megtanult oroszul és brigádvezetőként segíthette a baranyai nőket és férfiakat. Mi ezeren értünk Kaukázusba, Grozny melléje, és abból körülbelül egy 15%-a meghalt. A láger, ahogyan be volt kerítve, az egyik sorkán volt egy faláda, mert akkor a lágerben is volt egy szoba berendezkedve betegeknek. Sokan ott is haltak meg, és ha meghalt, akkor kivitték abból a teremből, befektették a baládából kint. És minden másnap vagy harmadnap jött egy teherautó, ami elvitte őket. Matkovics Krec Eleonórát, a pécsi német kör és egyben a kaukázusi kutatóút vezetőjét az édesanyja miatti érintettsége, az emlékezés tette elkötelezetté a Málenki robot kutatásban. Első állomás Grozny volt. Édesanyán kívül a családból ki került még ebbe a lágerbe?
Hát a keresztanyám is oda került, és több nagynéni is, más falvakból, hát illetve innen Kiskasár, ugye anyámmal szinte egykorú barátnők, szomszédok, és hát valóban az első állomás az a Csecsenföldön Grozny volt, ott 46-ig voltak, és 46 tavaszán az 1701-es láger, ugye ez egy ilyen mozgó láger volt, őket vitték el Baskírjába, az ottani lágerhelyre, Oktyabszkijba. Walterné Müller Judit nagymamája közel 5 évig volt a szovjet lágerekben. Kutatásának motivációja az érintettség mellett megtudni, hogyan is élhették túl a kényszermunkát, az éhezést, a fiatal nőként elhurcolt baranyai svábok. Ez a fotó is itt készült a Grozny melletti táborban. Itt a lágerbéli asszonyok láthatók azokkal a férfiakkal, kozák férfiakkal együtt, akikkel együtt dolgoztak, hiszen az itteniek is épp úgy részt vettek a munkában, és akik itt előülnek, itt pedig a felügyelők láthatók. Mi utazásunk célja is az, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk ezekre az emberekre. Az én nagymamámra, nagyszülőkre, Nóra édesanyjára, keresztanyjára és rajtuk keresztül mindenkire, akik itt vagy bármelyik más táborban voltak kényszermunkán. Talán ez volt az az út, amiben ő is segítkezett, hogy megépüljön. Akkor ott volt a vasútvonal, hogy vajon ide a talpfákat ő is cipelte el, tehát ez úgy végig szalad az emberen, de miután ő erről soha nem beszél, igazából nem tudom, hogy mondjuk Groznyban ő milyen munkát végzett, csak hogy a többiek, hogy milyen munkákat végeztettek velük, abból lehet erre következtetni. Hogy igen, a mama, hogy itt volt a mama. Nem felejtem el, volt egy pillanat, amikor a Nórával, akinek az édesanyja is itt volt, megfogtuk egymás kezét. Egymásra néztünk, és nem tudtunk szólni semmit, de mind a kettőnek úgy folytak minden. A mindkét lágerhelyhez közeli, de megszüntetett temetők helyén megemlékeztünk arról a 136 magyar hadifogolyról és internátról, akik Csecsenföldben nyugszanak. Amit láttunk, azt a kétszintes épületet ott az iskola mellett, az külön a női tábornak volt a gyűjtő elosztó helye, tehát oda hozták a nőket, és onnan azt egy brigádokba küldték a környező falba. Úgy tudja a szüleitől, hogy az itteni hadifoglyoknak a 60-70%-a a helyi gyárak felépítésén munkálkodott, az utak építésén, földmunkákat végeztek, a mezőgazdaságba alkalmazták őket, ez így tudja. A túlélők által megillett kétszintes épület elosztóhelyként működött abban az időszakban. A második csecsen-orosz háború után jöttek vissza azok, akikkel személyesen is találkoztunk, és még emlékeztek az ott lakókra. Nagyon jól tudják, hogy itt láger volt, nagyon jól tudják, hogy itt nőket tartottak, rabságba dolgoztatták, de ők úgy tudják, hogy csak németek. Én mondtam, hogy ez magyarországi német nők, illetve erdélyi szász nők. Az 1701-es lágerben főleg magyarországi németeket, baranyai elhurcoltakat dolgoztattak. 1945. februárjától állították helyre a lerombolt Groznyt. 50-es brigádokat csináltak ott kint, és akkor a brigádunk kint mentünk dolgozni, különböző munkahelyekre. Én több helyen is dolgoztam most, mert Grozny, ez is egy olajvidék. Nagyon sokan dolgoztak az árokásásban, vízvezeték, olajvezeték, akkor sokan dolgoztam én az állomáson, én rakodó munkásként, és akkor sokat
elég sokáig dolgoztam a téglagyárnál. Groznyiba voltunk egy és fél évig. Miért kellett elmenni onnan? Befejezték a munkát? Befejeztük a munkát, mert minket vasút építésre, országút építés, vasút építés, és rendbe tartani, rendbe hozni Grosznyit, már össze-vissza volt lőve. Mi azt raktuk rendbe, mikor az kész volt, és akkor úgy vittek el bennünket az Uralba. Az orosz hadisírgondozótól a Vojennie Memoriától kapott dokumentumok megerősítették, hogy 1945-46-ban 136 magyar származású ember hunyt el a grozniai terület hadifogoly és munkatáboraiban. Kaukázusi kutatóutunk következő országa Azerbajdzsán. Az ország a térképen olyan, mint egy szárnyalósas, a dél-kaukázusi térség legnépesebb állama. A tűz itt mindennapos jószág, itt vannak a világon a földfelszínhez legközelebb eső szénhidrogén mezők. Az olajfúrást a 19. század elején kezdték el, és hamarosan a világ olajkészletének felét itt termelték ki. Az 1940-es években Azerbajdzsán látta el olajjal a Szovjetuniót. Majdnem 600 ezer azerbajdzsáni harcolt a fronton a náci Németország ellen. 1942-ben az Edelweiss hadműveletben Adolf Hitler megpróbálta elfoglalni a kaukázusi olajmezőket és Bakut, de minden támadását visszaverték. Bakuban már 1819-ben megjelentek a németek, az olajipar elindulása miatt mérnökök érkeztek a városba. Hiába építették és fejlesztették azonban Bakut, Sztálin parancsára az azeri németeket is kazaksztáni lágerekbe deportálták. Az Azerbajdzsán területén létrehozott négy főtáborban sok ezer magyar raboskodott, közel 400-an haltak meg vége a gyengülésben, járványos betegségekben. Felkerestük a Bakutól 30 kilométerre az Absheron félszigeten elterülő Szumkeit városban lévő, a német kormány és német civil szervezetek által felújított német hadifogoly temetőt. 53-ig itt keresztek voltak, majd a kereszteket a szovjet hatalom idején levagdosták, ilyen betonlapokat helyeztek el. Midzsidov Malek asszony, a temető gondozója elmondta, hogy a névtelen, ám számozott sírokban több mint 300-an nyugszanak itt. Az NKVD levéltári adatokban a Szumgaidban elhunyt német hadifoglyok veszteség listáján igen sok magyar rab nevét is feljegyezték. Bakonyi Gergely 1946-ban halt meg. Balogh György 1946. Baranyai István szintén 1946. Mohácsot született. Gyakorlatilag ez a lista nem csak az itt Szumgaitiben, hanem Hanlár és Kirkli körzetében elhunyt hadifoglyok, illetve internáltak névsorák is tartalmazza. A másik gondozott német katonai temetőt visszafelé jövet Baku elszegényedett külterületén a Zaur Karimov út egyes száma alatti zárt területen találtuk meg, amelyet a német hadisírgondozóknak köszönhetően 1993 körül újítottak fel. Gondozója az azeri Gusein Güseinov és családja. Itt az eltemetett 80 emberből körülbelül 13 magyar talált örök nyugalomra. 1819-ben jelentek meg a németek Azerbajdzsánban. 1847-ben a második hullám érkezett az olajbúmmal. Olajipari migránsok voltak, tulajdonképpen mérnökök, és ők kezdték el Bakut építeni. 41-ben, amikor Németország megtámadta Oroszországot, az oroszok már nagyon jól tudták, hogy Azerbajdzsán területén németek élnek, és a szovjet hatalom akkor telepítette ki a németeket Kazahsztánba. 40 pécilétie Великой Отечественной войны немцы стали проявлять инициативу и обустраивать могилы. A nagy honvédő háború 45. évfordulójára a németek érdeklődést mutattak a hely iránt, és elkezdték ápolni a sírokat. Van a német állam, aki ezzel törődik, és ami még szintén megható, hogy akiket megbíznak helybeli emberek, ott tényleg, ahogy említetted, ott van az úr, akire rábízták, vagy arra a hölgyre, és ezt generáción, családon belül tovább adják, és utána a lánya vagy a fia gondozza tovább ezeket a sírokat.
És tényleg, tényleg csak köszönetet tudunk mondani nekik is, hogy azáltal, hogy a német sírok gondozva vannak, azáltal a magyarok emléke is megmarad. Az 53-as év után, 53 után kezdték el a hadifoglyokat ide temetni. Függetlenül attól, hogy 400 ezer fő veszteségük volt a háborúban, illetve nagyon sok anyagi veszteségük is volt, sosem tekintették a németeket ellenségnek. Sváb németek élnek még mostanáig is itt, és ők látogatják a sírokat a gyerekeikkel és unokáikkal együtt. A mai Azerbajdzsánban két merőben eltérő látnivaló hívja fel magára a figyelmet. Míg Bakuban a modern felhőkarcolók Dubaj gazdagságát idézik, addig az UNESCO világörökségi védelem alatt álló gobusztáni sziklarajzok az ősemberek világát elevenítik fel. Helyi kísérőink vezetésével elítottunk a Hanlari körzetbe, az egykori lágerek temetőibe. Tehát az azeri, illetve a német archívok közt kutattunk. Arra a következtetése jutottunk, hogy a mi részünkről minden ugye a szovjet archívokban, tehát az mostani moszkvai orosz archívumokban van. Igazából ez ugye valószínűleg ez a német rész a temetőnek. A német állam gondozza is, ez ugye kiderült a számunkra. The camp wasn't around the mine? Yes, it wasn't around that. But they made the railway so that this stone can be transported. Ilyen katonai létesítmények, és ezek helyiek, nem a németek építették. They were built after prisoners. A hadifoglyok után épültek, jóval. Ha Almanlar tarafından Macarlar'da baktı, öyle bir misafet hükümeti plan kimi götüren de bir ideye de götürüp. Annyi keresztet nyilván nem is tudják pontosan, hogy hány halott van. Az a temető, ahol kövekkel voltak kirakva a sírok, hát az már önmagában egy elképesztő hatással volt az emberre. És valóban, ha visszaemlékszünk, ott voltak bizonyos jelzések, hogy ebben a kövekkel kirakott sírban a tudomások szerint, ugye exhumálták őket, itt éppen hány halott nyugszik, és a kereszt emlékezik rájuk. És így volt ez, tehát ahol tudták, feltöntették, hogy hány halottat őriz ez az egy sír, de gyanítható, hogy még sokkal több is lehet. Van több fokat. Ezek több is jöttek. Hogy nem tudták, hogy... Vagy lehet, hogy voltak az internát. Németek nem is csinálták meg egyet. Ők már meg tudtak elő. A Hanlari körzet 223-as főlágerének sírkertjében 9 nemzet fiai nyugszanak. Németek, magyarok, románok és olaszok. Mintegy 900-an vannak itt eltemetve. Szintén itt lehetek végső nyugalomra, a Magyarországról civilként ide internáltak a 498-as munkásszázad halottai. A Hanlari körzetként megadott 1552-es láger és kórház temetőjét a katolikus templomból költöztették át 1996-ban erre a központi helyre. A több mint 20 éve működő emlékhely őrzője Fikrat Izmailov, a város nyugalmazott építésze, helytörténésze. Bakın göstereceğim bu çok harun tarafı. 9 tane kriz. Macar var mı? Okay. Her bir kriz simbolü çizgi 1 mil yakın mı? Macar da var, Alman da var ve başka var da. Başka var da. Bu başları salmışlar, kübre salmışlar. Maliye vesayeti olarak, yani bir finans yardımını kim gösterdi? Almanya'nın yarı var. Almanya'nın kalacaklar. Kalacaklar sizin tarafından. A városon belül van még egy temető. And there are buried 51 people. Ott 51 ember van. Hellenendorfot, az első azerbajdzsáni német települést, mai nevén Göygöt, 1819-ben alapították a Württembergből érkezett németek. 1941-ben Sztálin parancsára őket is Kazaksztánba deportálták. Helytörténészünk megmutatta a göjgöli polgári temetőt, ahol láthattuk az utolsó német hadifogoly Viktor Klein sírját is. Az orosz birodalom igen jelentős német nemzetiségű lakossággal rendelkezett, a 19. század végén már csaknem 2 millióan éltek Oroszországban, a teljes népesség 1,5%-át adták.
Sztálin utasítása alapján 1941. augusztus 28-án hoztak egy rendeletet, amelyben kiadták a parancsot a németek tömeges deportálására. Többségükben ez nőket érintett. Őket ugyanúgy a kollektív bűnösség elve alapján telepítették ki, mint a magyarországi, több mint 130 ezer német nemzetiségűt. Jelentős mértékben a volgai németeket érintette a kazaksztáni deportálás, de nem kímélte az Azerbajdzsánban élőket sem. A Szovjetunió területén összesen körülbelül 1,1 millió német nemzetiségűt hurcoltak el szülőhelyéről. Georgia, azaz Grúzia is kaukázusi ország, a Fekete-tenger keleti partján fekszik. Georgiának hívták régen is az országot, a szó a görög Georgos földművelő kifejezésből ered. Mint Örményországban, Georgiában is a kereszténység az államvallás, időszámításunk szerint 330 óta. Oroszország a 19. században foglalta el Grúziát, így akarva akaratlanul alapító tagja lett a Szovjetuniónak. 1936-tól a Szovjetunió önálló köztársasága, egészen 1991-ig. Tbilisziben a birtokunkban lévő visszaemlékezések alapján megnéztük azokat a városrészeket, ahol a Kárpát-medencéből idehurcolt magyarokat, sváb németeket dolgoztatták. Mindenütt felszámolták az egykori lágerhelyeket, a feltételezett temetőket. Ezeken a területeken nemrég épült lakóházak állnak. Felkerestük a szabortáló kerületet, ahol az 1563-as hadifogoly kórház állt. A hivatalos adatok szerint az 518-as kényszermunkatábor lakóiból 193 hadifogoly veszítette itt életét. Volt temető. Sajnos pontosan nem lehet tudni, hogy meddig tart ez a hely, de lakosság szerint, amikor építették itt, megtaláltak maradványokat. Mostani kutatóknak, aki ezzel foglalkozik Tbilisziben, nincsen olyan készülék, olyan mágneses készülék, amely lát ezeket a csontokat és maradványokat földben, és nem lehet pontosan tudni, hogy milyen területen, meddig, mettől meddig van ez a temető. Ezek az emberek különböző infrastruktúra munkát végeztek, nem egy helyen dolgoztak, hanem különböző helyeken dolgoztak, és csak itt volt a temető. És mi történt táborokban, bent, a belső konyhát senki nem tud mondani. Sajnos archívumokban sincsen semmilyen hír erről. Tudjuk azt, hogy mi történt itt, és köszönjük azt, hogy a grúz nép átélte a fájdalmukat, mert ez apai nagybátyámnak a legjobb barátja volt itt, tehát amíg a másik nagybátyám az eltűnt, nem tudják, Dukka András nevű, tehát fél Kárpátaljáról is az internáltakat idehozták, vegyesen voltak. Itt sem működött az, hogy csak kimondottan internáltak, hanem voltak benne vlászovistáktól kezdve, románok, meg mindenfélék. Tehát együtt dolgoztatták. Ritka dolog volt, már csak az utolsó évben különítették el az internáltakat, a hadifoglyokból kivonták. Nagy Jenő írásában részletesen beszámol a tbilisi érkezésükről is. Nem lehet magukat ilyen ruhában hazaengedni, fürdetni és fertőtleníteni is kell magukat, hogy haza ne vigyenek valami nyavaját, mondták a foglyoknak. Levetkőztek, fertőtlenítették őket, de új ruha nem mindenkinek jutott. Voltak azonban olyanok is, akiknek nem jutott köppeny, ezek közé tartoztam én is. Már hűvösödött, fázni kezdtem, villanyok égtek, stb. Na, másnap hoztak nekik egy használt ruhakocsit, és így öltöztették fel őket. Tehát egy epizód, hogy ilyen is megtörtént, hogy hihetettem, most képzeljétek, ezen az utcán, ahol megyünk a következő főlágerbe, végig mesztelenül nadrágszí, sapka, meg bakkancs. Több ezer hadifogoly internál dolgozott Georgiában. Az eltemetettek száma 494 fő volt. Valamennyien több főtábor és számos láger részleg fogjai voltak. Tbilisiben már félig beépítették az állami egyetem épülete mögötti hadifogoly temetőt.
აეროპორტო სურათიდან, რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ არქეოლოგიის ინსტიტუტში 50-იან წლებში. Szereztünk egy aerofotót, amelyet 50. években csináltak róla, erről a területről. No, és ott látszik, ez a hely. Mostani probléma ezen a helyen az, hogy egy privát kis erdő vagy park új házokat fognak építeni. Ámis, igen, nem tudom, akcsön ez trassa gaket da talianis. Eklámat magai, konis gazistrassa amúihez, ez az zöli gauk, mes amúihez. Am zöli maze, ukoj senior, samarche. Georgiában is több második világháborús német hadifogoly temetőt kerestünk fel. Helyi történészünk szerint nem állnak rendelkezésre pontos adatok az itt eltemetettek számáról. A német állam támogatásával ápolják a szimbolikus temetőket. Mindenhol felismerhető a nagy fémkeresztről és a hármas kőkeresztekről. Itt is ugyanaz a probléma. Nem tudjuk, nincs lista, hogy ki van temetve. Fejet hajtottunk és imádkoztunk halottaink lelki üdvéért a ZMK, a Rostavi, a Gardabai hadifogoly temetőkben. Megtekintettük a Haftungstall Traubenthal német polgári temetőt és az egykori németek lakta városrészt is, ahová mintegy 200 éve települtek. Sztálin még a II. Világháború elején az itt élő németeket is Kazaksztánba telepítette ki. A II. Világháború vége felé a szovjet hatalom gyárakat telepített át a grúz területekre, a többi között Németországból, Lengyelországból. A hadizsákmánygyárak munkalehetőséget adtak a helyi lakosoknak. Ezt mondta David Jiskariani történész. Azt mondja, ezek itt körbe mindazok, ez fényfeldolgozó üzemek, ezeket mind Németországba szerelték. Ez is itt van. A magyarokat a georgiaiak egyszerre tekintik rokon és rokon sorsú népnek. A rokon néptudat alapja vélhetően az, hogy a Kaukázusban elveszett 8. magyar törzs legendáját Georgiában többen ismerik, mint Magyarországon. A rokon sors érzése pedig abból táplálkozik, hogy Georgia hányatott történelme során nagyrészt ugyanazon hódítóktól és elnyomóktól szenvedett, mint hazánk. A georgiaiak Magyarországhoz való kötődéséhez jelentős mértékben hozzájárult az, hogy Zicsi Mihály készítette el a grúz nemzeti eposz legszebb illusztrációit, és emiatt Zicsit Georgiában ma is nemzeti festőként tisztelik, szobra is van Tbilisziben. A grúz fővárostól Tbilisitől másfél órára fekszik egy város, Gori, amely a világ egyik leghírhettebb emberét adta a világnak. Sztálint, a kaukázusi vadhóhért. A Gori Sztálin Múzeumban hiányzik a történelmi hitelesség. A tárlatból, a fotóreprodukciók sorából egy az egyben kimaradt a diktátor sötét oldala. A Szovjetunióban felállított gulánglágerek, gupvi munkatáborok, az eltüntetett, kivégzett emberek, a képhamisítások és persze a személyi kultusz árnyoldalai. A múzeum legnagyobb attrakciója a Sztálin vagonja. Ezzel utazott ugyanis a diktátor a jaltai és a teheráni konferenciákra is. Amikor meghalt a Sztálin, akkor apánk föllélegzett, azt mondta, na, megdöglött. Ennyit, semmi többet. Gyakorlatilag a 20-as évek elejétől Sztálin egyszemélyi vezetővé vált. A kiépülő szovjet diktatúra beüzemelése, az az ő nevéhez fűződik, a megteremtése az természetesen Lenin és kisebb részben Trotsky. A diktatúra kiterjesztése, a terror hétköznapjainak megteremtése az egyértelműen Sztálin. Eljutottunk Tkibuli bánya városába is. Itt volt felállítva a hírhet 518-as számú bányaláger első és második részlegtábora, ahol magyar rabok is szenet bányáztak, házakat, utakat, vízi erőművet építettek.
A németek által rendbehozott hadifogoly temetőben nem csak a helyi vezetők kísértek el bennünket, hanem a helyi lakosok is. Azt szeretném elmesélni, hogy a nagymamám itt lakott egy ilyen romos házban, most már szétesett a ház. Buxhaus volt a vezetékneve a nagymamámnak. Volgamenti áttelepültek voltak. De telepítették őket? Потом они, когда вынуждены были скрываться, приехали сюда, и моя бабушка вышла замуж второй раз. Моя мама была по фамилии Кир. Ez az egész, amit там itt látunk. Там бабушка жила, а здесь мы жили. Tehát ott lakott a mamám, ott pedig mi laktunk, ez az egész terület, ez a mi családunk udvara volt. És amikor megtudtuk, hogy itt hadifoglyok vannak eltemetve, Stobolatak, de... De értelemszerűen akkor elkerítettük ezt a temetőrészt. Tavaly halt meg édesanyám, egészen addig ő ápolta a sírokat, ő gondozta a sírokat, most pedig átvettem tőle ezt a feladatot. A cserhebai matutiltubasz, ez kam szkodaszka számusa osza szülőbben, ipo viszantolóbb zsírkó, sáklási musa obden, ipo rácsászöbben, kakási musa musa okok valakasza szülőbben. Rá, akedem kidev, im matvin rogot szkolóti nakaszi pozze. Европейским, германским, да, махасиате были кошо, мы смагали пунток. Ага, вот эти три барака? Да, раз, два... Нет, нет, все, вот это барака. Все, один барак. A helyi történeti múzeumban található festményen láthattuk az 518-as bányaláger képét. Kutaisziben is felszámolták a lágertemetőket, pedig sok ezer fogoly dolgozott és halt meg ebben a városban is. Különösen a Kolhida autógyár építésénél, amely most felszámolás, átalakítás alatt van, mondta kísérőnk David Diskariani. Számos épület tanúskodik a hadifoglyok munkájáról, hiszen az épületek még mindig állnak. Kampfl Józsefet Monorról vitték el 1945. januárjában. A német hangzású neve miatt először Baskíriába, majd 45 végén Grúziába vitték. A Szobrász család legidősebb tagja édesapja emléke miatt vett részt a kaukázusi utunkon. Összesen volt két és majdnem három évig, de először Baskíriába vitték őket, utána pedig Kutaiszban, kolhozokban dolgoztak nagy részt, amikor a Kaukázusban voltak. Baskíriában, ott építkezésen dolgoztak, kőbányában is dolgoztak, tehát több helyre vitték őket. És állandóan beszélt róla, tehát ő nem rakott lakatot a szájára. Mondta, mert általában az van a köztudatban, hogy nem mertek beszélni az emberek. Igen, hát igen. Apánk az ezzel nem törődött. 1945. januárjában még javában tartott Budapest ostroma, amikor német neve miatt Berghofer Róbertet elvitték. Az 1852-es láger lakójaként először az Uralban volt kényszermunkán, majd 1946 karácsonyakor a törzslágert Grúziába, a Fekete-tenger partjára telepítették. De egyszer csak nagy csillogás kitárult előttünk a tenger. Megérkeztünk, Fekete-tenger. Jöttek az üdőhelyek, Szocsi, Poti, és Poti után megálltunk egy parányi kis külterületi megállón. Egy kis cédulán volt kiírva, hogy Uréki. Egy parányi kis halászfalu volt. Leszállítottak 600 embert. Közvetlenül a tengerparton volt a lágerunk, bekerítve, őrtorony nélkül. Teljesen ellentéte volt a baskíriai lágernak. Az egy szörnyű valami, ez pedig egy nagyon szép, elfogadható, majdnem hogy turisztikai üdülőhelynek megfelelő. Körülbelül 10 vagy 12 gyönyörű hófehér láger egymás mellett előttük pármas fasorral, szembe pedig valami nagy épület volt, akkor még nem tudtuk, csak később, hogy aztán az a konyha, a fürdőhely, stb. Elhelyeztek bennünket, és amikor beértünk a lágerba, akkor láttuk, hogy itt még padlódeszka is van.
ott tapostuk a fagyott sarat, itt padlódeszka van. Ez itt населённое, это был, здесь были бараки, это внутри всё. В этом бараке, кстати, что было? Пекарня была отдельно, баня у них отдельно была, даже тюрьма и то отдельно было. Tehát a láger területén minden volt, tégségtől kezdve, karcerig, minden, ami szükséges a láger életében. Inzsinyer. Сколько там лет? 44-го года, короче, было. И он всегда говорил, эти люди, я не говорю сейчас, не лукавлю, ничего так, чтобы вы здесь это. Отличнейшие люди были, добрые, хорошие и очень такие вот знающие свои дела. Там, ну, он был открытый немножко, и сейчас уже время какое пошло. Это, если считать с 56-го года по наше время, ну, есть там, место есть, потому что рядом же ничего не было. Тогда люди жили вон в уреках и вот так. А здесь только... Вообще-то этот как его, поселок строили ваши. 1945-47-ben a magyar hadifoglyok és internáltak a magnetit vasport mosták ki a tenger homokjából. A norma szerint naponta minimum egy tonna vasport gyűjtöttek össze a baranyai asszonyok. Ott is az olajvállalatnak dolgozott a női csoport, itt viszont a grúz olajnyers vállalatnak a legfontosabb termékét, egy vasport, ami a tenger homokjából együtt került ki. A homok, mivel könnyű volt, a víz kimosta. Szépen leüllepedett a vaspor. Ezt a lányok ilyen fakanállal szépen összekavarták, és volt egy 1 méter x 1 méteres keret, abba beleöntötték a vasport. 1 vagy 2 tonna vasport kellett a lányoknak naponta összegyűjteni. Berghofer Robert szerint a fiataloknak főleg a koruk miatt sikerült túlélni a kényszermunkatáborokat. 60 évvel a történtek után döntött úgy, hogy megírja könyv formájában. Ezzel is emléket állítva azoknak, akiket Magyarországról Málenki robotra hurcoltak a Szovjetunióba. Azt hiszem, hogy a legnagyobb segítség talán nekem az életkorom volt. Akkor még fiatal ember voltam, ugye? 16 éves koromban kezdtem repülni, és ez 19 éves, amikor fogságba kerültem, kint 20 éves. 20 évesen az itthoni sportolás az nagyon sokat segített, az állandó mozgás és az, hogy nem hagytam el magam. A legfájóbb pillanatok voltak az életemben. Ezt nem szabad erről úgy beszélni, hogy elszálljon a szó. És akkor eldöntöttem, hogy papírra vettem. Azért adtam neki a tabu nevet, mert hogy az egész történet idáig, évtizedekig ez hallgatásra volt ítélve. Így lett ő a tabu, és aztán kapta a Élet a fehér pokolba mellékcímet. Remélem, hogy ezek az emlékek, és azoknak az emléke, aki nem tudott velünk hazajönni, ez majd erőt ad azoknak, akik a béke védelmébe vannak, hogy ezek a kegyetlen évek, ezek a kegyetlen történetek többet soha ne zavarják meg az emberek békéjét, sem a hazánkban, sem a nagyvilágban. Adjon nekik erőt, hogy ezért a békéért harcolni tudjanak. Ezt kérem a jó Istentől.